térség részéről. Itt a négy község gazdái számára, amit tartanak tájékoztatást, és nagyon fontos az, hogy tényleg a Székelyföldi Gazdaszetek Egyesületével, hogyha sikeresen tudnak dolgozni, mi igyekszünk a mi sajátos eszközeinkkel erre rásegíteni. A Vidékfejlesztési Egyesületünk keretében a működő egyesületeik számára a pályázati kiírásainkat ajánljuk a figyelmükbe, tehát szeretnénk továbbra is folytatni azt, amit már sok éven keresztül, akár a tejbegyűjtésnél, a feldolgozásnál is, tehát ami kisebb elképzeléseik vannak, abban a Vidékfejlesztési Egyesületünkön keresztül tudunk nyújtani támogatásokat. Illetve hát a fejlesztési ügynökség révén szeretnénk azt elérni, hogy tényleg a jogszabályainknak a változtatás olyan irányban történjen, hogy közelebb kerüljenek a döntések a önökhöz. Nagyon rosszak a számai. Ha csak a fiatal gazdapályázatokat nézzük, van olyan megye, például Dömbovica megye, ha jól tudom, 2200 nyertes pályázat van, Salgita megyében valami 100-200. Tehát aránytalanul alul vagyunk voltafíros pályázatok ügyében, és én azt látom, hogy ennek egy része a szabályozás miatt alakult ki, főleg az állattartó gazdák számára a bürokratikus akadályok azok olyan magasak voltak, hogy nem lehetett átlépni, és ahogy szokott lenni, ugye én mondhatom katolikusként, hogy katolikusabbak akarunk lenni néha a pápánál, tehát a Hargita megyei engedélyezési hatósági hozzáállás is a korábbi években nagyon nagyon erőteljes volt, és ha ennyit kért a törvény, akkor lehet kértek ennyit. És valószínűleg ezért is van az, hogy önök közül sokan nem értek a pályázatnak a lehetőségével. Na most ezen próbáltuk változtatni. Hogyan? És ennek tényleg én meg szeretném köszönni az Áltegészségigazgatóságnak is, az emberegészség, a DESZEP-nek, a SZANEP-nek, fogyasztóvédelem, a vízügy, ugye sokaknak a vízügy miatt van gondja, hogy milyen távol van, vagy nincs, illetve a környezetvédelemnek. Hogy az elmúlt egy évben sokat dolgoztunk azon, hogy a hivatalok szakembereit, vezetőit, ellenőreit igyekeztünk eljutatni olyan helyekre, megmutatni olyan jó példákat, hogy egy kicsit legyenek, tehát nem kell engedékenyebbeknek lenni, csak tényleg a hegytetőn nincs, ahogy szennyvíztisztítót építeni egy eszten a mellé. És jó néhány dolgot észszerűség szempontjából úgy érzem, hogy sikerült átbeszéljünk. Én örvendek, hogy Barabás államtitkár úr is felvállalta, ugye a mezőgazdasági minisztérium az RMDSZ-nek az államtitkára, hogy akár az új hegyvidéki pályázati rendszer, amit most újra fognak hirdetni, az előző alkalommal nem fogyott el a pénz se a tejbegyűjtőkre, se az esztenákra. Ugye esztena az lehet a falu közepén is, mert van 6 település, vagy mennyi a megyénben, aki nem hegyvidék, a többinél bárhol lehetett, illetve az erdélygyümölcs begyűjtés. Úgyhogy ezeknek az újrahirdetése szóba került, és szóba került az is, ugye, hogy most akkor a kis húsfeldolgozó, tehát hogy majd kéne a gyapjú is, tehát van néhány olyan program, aminek a meghirdetése, bízom benne, hogy korrekciós szabályozással kerülnek meghirdetésre. Most próbáljuk, mi sokat tárgyalunk, hogy az engedélyek, tehát a rákfenni ebben a megyében bármilyen kezdeményezésnek az engedélyeztetés. És hogy akkor többek között ugye főleg a külterületről van szó, a megyei tanács adja ki az építkezési engedélyt, és elég nehéz minden. De hál' Istennek sikerült a kormányzat és kollégáknak, itt ugye elsősorban Cseh Katalin miniszter úrnak módosítani, és a napokban most már vagy meghirdették, vagy ki fogják hirdetni a kódul urbanisztik, tehát azt jelenti, hogy az építkezési törvénycsomagot, és ebben az építkezési törvénycsomagban lesz jó néhány enyhítés. Mi próbáltunk odáig most elmenni, nem tudom, önök közül valakivel találkoztak-e a szakembereink, a kollégáink, hogy csináljunk úgymond mély interjúkat, hogy beszélgessünk arról, hogy mi nem pályáztak. Mert tényleg olyan kevés volt a Hargita megyei pályázatoknak a száma, hát elenyésző, tehát ugye számolhatunk optimistán 20 ezer gazdaságról, és hogyha 200-an pályáztak, hát akkor az 0,0 mennyi ki lehet számolni, tehát azt lehet mondani, hogy 100 emberből 99,5 ember nem pályázott, és nagyon kíváncsiak vagyunk és voltunk az önök véleményére. Most fogunk csinálni egy ilyen online kérdőívet is, amit nyugodtan ugye telefonnal ki lehet tölteni majd,
Nekem a 73 éves édesapám is nagyon jól tudja kezelni, és nincsen ezzel semmi gond. Hogy tényleg még tudjunk meg több dolgot, mert egyrészt, hogyha igyekszünk most rendbe tenni, amit csak lehet, az engedélyeztetés, a szabályozás, stb. Legyen valahogy nekünk is olyan könnyű, mint mit tudom én, Szatmár megyében, vagy Szilágy megyében, vagy ahogy mondtam, Dümbovica megyében. Ha ezt a felitalt politikusok megoldjuk, még mindig érezzük van egy másik fele, hogy hát én inkább nem pályázom. Tehát, hogy megoldom, na, eddig is megoldottam, és megoldom ezután is, és hogy akkor ebben a feliben kéne mi a gazdatársadalom részéről megtudjuk, hogy mi lenne az, ahogy ezen tovább lépni. És itt nagyon fontos lesz a falugazdász hálózatnak is a közreműködése, ezért gondolkozzunk, hogy gondolkodásmódban, perspektívában, mert most valahogy az jön vissza, hogy hát, pályázatírót se kaptam, kaptam egyet, de az komolytalanul átvert. Tényleg van egy olyan dolog is, hogy a 100 000 euró alatti pályázatokra nagyon ebben a megyében olyan sok pályázatíró nincs, de akkor lehet, hogy pont nekik kell fogjunk, hogy segítsünk, hogy legyenek pályázatírók és hiteles emberek, és mert azt mondják, hogy hát a pályázatíró cégek, hogy hát a 100 000 eurós agrártámogatással is ugyannyi a baj, mint a 2 milliós-sal, és akkor inkább mennek írni a 2 milliós nagy pályázati kiírásokat, rá a pályázatokat, úgyhogy ezen kell változtassunk. Tehát az én kérésem az lenne itt ebben a négykösségben is, hogy segítsenek abban, hogy tudjunk ott lenni önök mellett még hatékonyabban. Mi az, amiben még lehetne? Mi az, ahogy lehetne? Mi lenne az, ami azok a dolgok, amelyek mentén önök is esetleg elgondolkoznak, akik nem gondolkoznak a támogatási rendszerben? Mert akárhol megyek, mindenki azt mondja, hogy a proekonomika az volt az ász. Igen, így van. Így van. De hogyha nézzük a történéseket, az most egyelőre még nem lesz. És a proekonomika az ugye 15 000 euró volt, tehát itt meg a 100 000 euró, 200 000 eurókról beszélgetünk. Persze sokkal több a munka, lehet akár a kistérségi szinten is, lehet, hogy nem lesz elég a falugazdász hálózat, lehet nem lesz elég a fejlesztési ügynökség, lehet nem lesz elég a mezőgazdasági igazgatóságnak a munkaközössége. Tehát oda kell állni még kistérségekként is, hogy nagyon sok kiírás fog érkezni, és ezekre rákészüljünk időben, és most már a technika, a telefon lehetővé teszi, hogy egyénre szabottan segítsünk. Tehát, hogyha azt mondja valaki, nekem van 40 állatom, ez van, és akkor törjük az agyunkat, nem én is, ahol kell, de akik kell azért, hogy akkor az a 40 állat, ott a patak, ez az, amaz, hogy lehet ebből egy életképes projekt, ami kaphat építkezési engedélyt, és le lehet tenni határidőre. És még egy dolog van, amit felhívnám a figyelmet, hogy látszik, hogy a szövetkezetek tekintetében, és ez nagyon csinálja a falugazdász hálózat, amióta működik a hálózat azóta, hát nagyon sok szövetkezet került bejegyzésre, és nézzük meg a szövetkezetek támogatási intenzitása az 80-90%, ha cégként mennek, akkor csak 50. És a szövetkezeti rendszert, és én látom egyre inkább a gazdák, tehát felejtsük el, tehát már régóta kommunista rendszer, régóta CHP, az nem, most van egy másik helyzet, és ez egyértelműen látszik, hogy Brüsszelből is ez a támogatott jövő, hogy léptéknövekedés legyen, és akkor léptéknövekedést ugye mivel úgy lehet elérni, hogyha összeszövetkeznek a gazdák, és a szövetkezeteknek a létrehozása nem olyan ördöngős dolog, én úgy tudom a falugazdász hálózat ebben maximális segítséget nyújt, hogy egy érdeklődési körben, egy tevékenységi körben, ha szót értenek, néha egyet kocintanak, kezet fognak, esetleg egymás között még bótolnak is, akkor miért ne hozzanak létre egy szövetkezetet? Ez nem azt jelenti, hogy akkor a vagyont be kell tenni, hanem ez egy olyan forma, amin keresztül el lehet hozni olyan támogatásokat, amelyek ez nagyon keveset kell hozzátenni. És ez egy másik olyan dolog, témakör, amivel kellene foglalkozni. Úgyhogy én nagyon röviden így beugorva, ezeket nagyon is örvendtem, mikor meghívott Ülkei polgármester, illetve a kistérség, hogy itt találkozhatok önökkel, és ezt el tudtam mondani, mert szeretném arra bíztatni, hogy hozzuk el a pénzeket. Ebben az országban, Románia többi megyében elviszik az EU-s pénzt. Mi ne adjuk lenne. Tehát az a pénznek itt van helye, méreggel jár, stresszel jár, idegeskedéssel jár, de ide jön. Plusz pénz, aminek
lenne helye, hogy tudjunk fejleszteni.